Szóval itt vagyunk Geráltal. Igen. Itt vannak a questek. Ugye nagyjából ott hagytuk abba, hogy Sárnival kéne egy boncolást végeztetnünk. Csak nem tudom hol van. Ugye? Otthon kell felkeresnünk. Tehát ahhoz elvileg el kéne mennünk egyrészt hozzá. Másrészt pedig... este kéne, hogy legyen, szerintem. Úgyhogy lehet, hogy itt alszunk egyet, ha tudunk, persze. Azaz, a költségei megduplázottak. Sétadri, nem. Stream közben, adás közben adás van. Streamelek, semmi különösen nem szoktam csinálni stream közben. Jó, hoppa fisztek. Gyanús. Na, megpróbáljunk most este elmenni Sánihoz. Már nem emlékszem, hogy miért nem tudtunk elmenni. Meg hogy miért arra jelz... Nem az a quest aktív, vagy? Nem. Jó, na most már az aktív. Tényleg nem emlékszem, hogy mi volt itt a gond. Ó, hát ez remek. Ó, nem ezt akartam. Shit. Megmentettük törp uramat. Hello, drága. Menj fel nyugodtan. Hát mi nem válaszolnék? Fura kérdés, de... A válasz nagyon könnyű volt. Igazán? Igen. Van egy kis gond. Hát, ha most tudunk vele beszélni. Igen? Szükségem van a segítségedre egy boncolásnál. Mióta foglalkozol te azzal? Amióta a szalamandra után nyomozok. Rendben, bár én nem vagyok boncnok. Neked kell majd következtetéseket levonnod. Este találkozunk. Addig gyűjts be annyi nyomot, amennyit csak tudsz. Körülszaglászok. Szerezd meg a hullát a sírásoktól. Este találkozunk a kórházban. Hol találok információt a boncolásról? Kérdezd Vincent Mayst, de utána nézhetsz anatómia és patológia könyvekben is. Viszlát. Akkor viszlát. Hello, stopsoros, szia-szia. Mi újság, hogy vagy? Hát ez remek. Pusztulj, trágya evő! Hát jó. Meg lassan visszatérnek a dolgos hétköznapok. Hát igen. Sokáig voltál oda? Itt a cseten sokáig nem láttalak. Szóval abból gondolom, hogy sokáig voltál oda. Két hét plusz egy hét recovery.
Azért az... az nem kevés. Lol. Ezek itt. Jó. Srácok. Segítsetek. Konferenciára mentél. Igen. Azért az fárasztó. A konferencia mindig fárasztó. A temető. Jó sok munka akad itt egy Witcher számára. Hát meg 75 kilométerre túrázás? Ez se kevés. Zárva. Ide meg nappal kell jönni mi, mert akkor van itt a... Oh, Isten. Mi az? És hol túráztál 75 kilométer? Harcolsz vagy csak már? Juhú! Felébe! Van szabad szoba? Öt harem! Stopsoros. Na, az jól hangzik. Yosemite, Kings Canyon. Az igen. Megmásztott Hollywood Hills-en a feliratot. Az jól hangzik. Az nagyon jól hangzik. Nagyon menő. És tetszett amúgy? Mármint... így általában. Kalifornia 1-1-ben GTA IRL. Hát igen, a GTA nem véletlenül olyan, amilyen. Fenyő vagy talán tölgy? Egy egész kripta. Lássuk, gyötröv, széles. Nem koporsóra van szükségem. Nem szándékozom mostanában meghalni. Persze, világos. Talán üzletelhetnénk. Miféle üzlet? Társulhatnánk, azokkal a gardokkal levághatnál véletlenül néhány fejet. Ha elkárhoztatsz egy lelket, tudasd velem is, kapsz részesedést a koporsó árából. Most Topsoros, nyugodtan erre van a Discord. Nyugodtan küldjél pár képet, amit úgy gondolsz. Nagyon szívesen megnézem. Ne hülyéskedj, valami másra van szükségem. Mire van szükséged? Sokat tudsz a városban történt halálozásokról. Segítesz a nyomozásokban is?
Néha értesítem Raymondot, ha találok egy érdekesebb holttestet. Esetleg engem is tudnál értesíteni? Nem, megígértem, hogy hallgatom. Értem. Mire van szükséged? Nemrég meghalt egy fogoly. Ő is itt van a temetőben. Nem tudom, bármelyik lehet. Mindegyik ugyanúgy bűzlik. Én egy adott holttestet keresek. Adott? Gyere vissza, ha már tudod, mit akarsz. A maradványok vizsgálata művészet. Mindig megéri mélyebbre menni, de ki az, akit ez érdekel? Mi van? Átadnád a fogoly holttestét boncolásra? Egy üveg törplikőrért. Van nekünk olyanunk. Szilvás szíverősítő. Nem mondod, hogy pont az nem lesz. Tűszani vörös. Ez temeriai. És pont az nem lesz. Turokmaró borsvodka. Semmi más, csak egy jó ital. A fogolyról... Hova dobjuk a tetemet? A kórházba. Ennyi. Leszek az éjszaka. Viszlát. Semmi más, csak egy jó ital. Rendben. És egy üveg rum! Nem úgy nézel ki, mint aki bármi érdekeset tudna mondani nekem. Mire van szükséged? A felhívás miatt jöttem. Igazán? Jól értem, 6 kancsó kutya zsírra van szükséged? Minél több kutyatetemet szedj össze, hozd el a zsírjukat bizonyítékként. Van nekünk olyanunk. Miért van zárva a temető? Mert a halottak nem akarnak békében maradni. Ne félj, nappal sírjaikban vannak. Valakinek gondozni kellene őket. Talán egy nap valaki majd jutalmat ajánl fel ezért, de most még senkit sem érdekel. Mondj valami mást. Mire van szükséged? Viszlát. Még 2 árok. Gyorsan megnézem, hogy van-e, de szerintem nincsen még. Valahol itt kéne lennie, nem? Hát, a fene se tudja. Nem. Ektoplazma, az bezzeg van. Jó. Akkor most vissza kell mennünk a kórházba. Mert elvileg oda dumpolja le a hullát. Szóval nekem mi a hobbim? Hát egyrészt amit láttok. Ez az egyik. A másik meg a fotózás. És érthető, hogy miért mindkettő hobbi. Túrázni én is szeretek. Itt nem is tudunk aludni, vagy igen? Miben segíthetek? Sip. Viszlát. Szóval valami, ezek úgy nagyjából a hobbi, más nem nagyon van, mert ez is elég sok időt kitölt. Ja, veletünk meg kéne valami boncolásos izé, nem? Valakivel kéne beszélni boncolásról.
várjatok egy kicsit. Minden készen áll, éjfélkor a kórházban neki. Ennyi. Minek tanulni? Meg könyvek, meg tököm. Megyünk, az kész. Egyszerű következtetés. Na mindegy, szóval ezek, meg hát úgy alapban, hogy videójáték, de hát nem tudom azt hobbinak nevezném-e, csak az, hogy simán játszok. Kikapcsolódás inkább. Tehát valamikor már kéne megint online játszanunk, mindig eszembe van, csak valami mindig közben így hétvégén. Úgyhogy valamit kéne nyomni, vagy Red Dead Online-t, vagy valamit. De valamit kéne mindenképpen. Készen állsz a boncolásra? Kezdjünk hozzá. Mehet? Na, akkor kitalálom, hogy mikor. Faj ember, nem férfi. Sebesülés kiterjedt. Ki mély meg a szakszavaktól, Sáni? Tegnap halt meg. Milyen szakszavak? Az, hogy ember? Ó, Gerált, baszki. Egy farkas ember. Ragyog a hold. Nem fog farkassá változni? De lehet. Továbbá... Származhatnak ezek a sebek egy embertől? Csak ha fél méteres állkapcsa van. A csontvelőt kiszippantották a csontokból. Bizonyára valami dögevő. Nagyon valószínű, van belőlük elég a temetőnél. Tehát nem a sebesülésekbe halt bele? Nem a nyilvánvalóakba. Itt egy szúrt seb. Két új széles pengétől származik. A szúrt seb az gyanús. A nyakizmok és a tenyerek is görcsben vannak. Honnan tudod, mikor halt meg? Többnyire az izmok merevségéből és a kiszáradásból lehet megállapítani. De a hullamerevség túl sokáig nem állhat fenn. Azt mondják, a sikeres boncolók eredményei a kíváncsiságukra alapozódnak. Megnézzük? Nézzük meg a belső szerveket. Hú, hajrá! Különös tünetek és furcsa halál. Ezek a sebek túl nyilvánvalóak. Többre gyanakszom. Méreg? Ha igen, akkor valami ritka fajta. Talán egy alkimista párlat. Kalkstein? Aha. Teljes mázsugor. Valószínűleg méregtől. Ez az egész alkimiától bűzlik. Kivitelezhető? Igen, az alkimista mérgek gyakran okoznak jellegzetes elváltozásokat. Lássuk. Mit? Nézd, a nyelvet durván eltávolították, de nem minden megfeketedett szövetet szedtek ki. Megfeketedett? Igen, a méreg a nyelv elhalását okozta, ezért távolította el a gyilkos. Tehát egy alkímista a gyilkos. Igen. Kalkstein a banditákra akarta terelni a gyanút, de nem számított egy ilyen ügyes boncnokra. Köszönöm, erre a bizonyítékra volt szükségem. Remek. De nem. Most állj le meg. Kell fürödnem, viszlát kerem. Valami átok. De fáradt vagyok. De nem Kalkstein volt, biztos. Ah. Szerintem most elrontottuk. Na mindegy. Mi ez a quest? Gyorsan ránézek csak a guide-ra. Temuról vette a PhD-ját? Hát az lehet.
Oké. Akkor ezt nem így kell. Csak el kell olvasni a könyveket. Úgyhogy visszatöltjük. Reméljünk a boncolás előtt. És akkor elmegyünk olvasni. Igen, ez még előtte van. Jaja. És akkor elvileg Tylertől meg lehet venni a könyveket. Szóval most elugrunk Tylerhez. Nyomtatsz magadnak egy doktorit, az okirat hamisítás vagy roleplay? Ó, még a temetőbe is el kell menni. Hát sejtad, én megmondom őszintén, azt szerintem okirat hamisítás. Tehát ezt hívhatjuk akárhogy. Az okirat hamisítás. Már hogyha használod is. Ha nem használod, csak kint van a falon, akkor lehet roleplay. Ja, ha kirakod a falra dísznek, akkor azért valószínű senki nem fog szólni. És mit Pál kedveli ezt? Hát igen. És Fény Schmidt-elte a dolgozatát. Gyorsan, rövidre zárjuk itt a dolgokat. A temető. Jó sok munka akad itt egy Witcher számára. Ne. Per. Mi. Társ. Ne. Gyorsan csak végignyomkodom. Felhívás. Miért van zárva a temető? Ma. Jó, ennyi. Oké. Akkor elmegyünk éjfélkor a kórházba. De előtte beszélünk Vincenttel. Nem, Tylerrel, bocsánat. Ó, hol a... Be van Tyler. Igen, itt van Tyler. Hát, Sherry Tadri, ez ilyen döntés kérdése, hogy ha nem látod értelmét, akkor nyilván, mármint így a pályafutásod kapcsán nem látod értelmét, akkor nyilván nem érdemes foglalkozni vele. Ugye ez ilyen, hát ilyen kutatás. Tehát, hogyha kutatással akarsz foglalkozni, akkor nyilván kell. De nem akarsz, akkor fölösleges csinálni. Akkor csak szívás van bele. Egyik haverod doktorá válását végignézted. Hát, igen. Elég stresszes.
maradjunk annyiba. Tehát akkor... De nincs is nála semmi könyv. Miért ide küldtek minket? Nem értem. Nem, itt nincs könyv. Oh, shit. Jó, van egy könyvváros. Stopsoros. Ha kutatásni akarsz, az egy elég egy Caterpillar 301.7 CR. Figyelj, amúgy teljesen igazad van. Ez kikezdhetetlen. Van kézi fúród. Mi? Ó, könyvet kell venni. Félelem és reszketés könyve. Árkokról és átkozottakról. Ornithosaurus. Kis, nem. Mocsári növények. Ez már lehet, hogy kell. Rituális növények. Nem. Átkozott. Nem. Föld. Nem. Törvényszéki orvostan. Az mindenképp kell. Az élettelen felélesztése. Tudományos értekezés a gólem építésről. Basszus, amúgy ebből már lehetne PhD-zni. Ilyet még senki nem csinált. Az tuti, hogy ez ennek újdonság értéke lenne. Nem is tudom, hogy milyen más könyv kell még. Hát, még megpróbáljuk. Hát, nem tudom, lehet, hogy ezek már nem kellenének, de megpróbáljuk. Oké. Okay. Törvényszéki orvostan, Willow Manderbeck. Mielőtt elkezdenénk a boncolást, annyi információt kell összegyűjtenünk, amivel hatékonyan lehet értelmezni a testen hagyott nyomokat. Jó tudni, hogy ki volt az áldozat, hogy milyen körülmények között találtak rá. A szemtanúkat ki kell kérdezni, valamint szakértői konzultációt kell kérni. Egy jól végzett boncolás majdnem annyi információt ad, mint a szóba elegyednénk magával az áldozattal. Megtudhatjuk a halál idejét, a körülményeit, valamint, hogy mi történt utána a testtel. A gyilkosról, a gyilkos fegyverről és a fegyverhasználatról is sok minden kiderülhet. A szikével felnyitott holttest olyan, mint egy nyitott könyv. Aki gondosan tanulmányozza az részleteket és odafigyel mindenre, sok dolgot olvashat ki a test lapjairól. Remek. Alkímia alapjai. Jézus, mester.
Az, hogy megértsük az alkímiát, két igazságot kell magunkévá tennünk. Az első, ahogy fent, úgy lent, a második, minden egy. Oké. Ezek az igazságok kimondják, hogy körülötted mindenhol alkímiai összetevők fekszenek. Egy réten, az emberben, az állatban, még a kövekben is. Ez azért van, mert az alkímia maga az élet pedig maga az alkímia. Ha megérted az alkímiai műveleteket, megérted az élet műveleteit, és a természet világa nyitott könyvé válik számodra. De az alkímia tudomány is, a főzetbe, a virág vagy a levél kell. Hol van a cinóbervörös, a vesében vagy a szemben? Ezeket a kérdéseket könyvek válaszolják meg, olvasd hát klasszikusokat és az új tanokat is. Gyakorold gyógyfüves képességeidet, keverj olajokat és porokat, de a legfontosabb, kísérletezz, mert az alkímia legnagyobb felfedezései véletlen kísérletezés során születtek meg. Oké. Okay. Jó, ezt most nem olvassuk el. Más szerintem nekünk itt nem kell. Hogy egy kéne. Még ez a Zerakénia könyv kéne. De azt nem tudom, hogy elolvastuk-e már, vagy... Hát mondjuk pont nem ez, de mindig most már megvesszük. Ja, lehet, hogy ezt már megnéztük. Szerintem pont ez kell, úgyhogy akkor rendben vagyunk. Jó, na akkor most már megyünk a templomba, csak előtte alszunk. Ha sokba kerül, akkor tuti jó. Mint a szürke 50 árnyalat meg a Twilight. Én nem olvastam egyiket se. Nem is fogom. Nem azért, mert nem olvasok. Hanem azért, mert... Hát részben már nem olvasok, de amúgy... Amúgy nem is érdekel. Tehát nekem a Twilight is... filmet se láttam, csak mondták, hogy nagyon szar. Úgyhogy... Úgy voltam vele, hogy akkor nem erőltetem. Tudom, nem illik úgy véleményt mondani egy filmről vagy könyvről, hogy nem olvastad, de... Na mindegy, nem fogom. Nem hagytam ki semmit. Hát, pár ilyen videót láttam. A témában. Kritikákat. A Twilightról is, meg a Szürke 50 árnyalatáról is, már könyvről. Azok a videók viccesek voltak. Hirtelen, ó, szégyellem is magam, nem jut eszembe a neve a fickónak. Ki a kritikát csinálta. Ó, basszus, segítsetek. YouTube-on. Igen, az Shadi Tadri, ő az. Nézi, a Hollywood News Agency, csak nem itt eszembe a srác neve. Készen állsz a boncolásra? Kezdjünk hozzá. Rövidesen nekilátunk. Szírmai, azaz, köszönöm, segítadni. Köszönöm. Faj, ember. Nem, férfi. Sebesülés, kiterjedt.
Ki mély meg a szakszavaktól, Sáni? Most olvasta egy csomó könyvet, gyere. Tegnap halt meg, darabokra tépték. Egy farkas ember. Ragyog a hold. Nem fog farkassá változni? De lehet. Továbbá... Származhatnak ezek a sebek egy embertől? Csak ha fél méteres állkapcsa van. A csontvelőt kiszippantották a csontokból. Bizonyára valami dögevő. Nagyon valószínű, van belőlük elég a temetőnél. Tehát nem a sebesülésekbe halt bele? Nem a nyilvánvalóakba. Itt egy szúrt seb. Két új széles pengétől származik. A nyakizmok és a tenyerek is görcsben vannak. Honnan tudod, mikor halt meg? Többnyire az izmok merevségéből és a kiszáradásból lehet megállapítani. De a hullamerevség túl sokáig nem állhat fenn. Azt mondják, a sikeres boncolók eredményei a kíváncsiságukra alapozódnak. Megnézzük? Nézzük meg a belső szerveket. Különös tünetek és furcsa halál. Ezek a sebek túl nyilvánvalóak. Többre gyanakszom. Méreg? Ha igen, akkor valami ritka fajta. Talán egy alkimista párlat. Kalkstein? Aha. Teljes mázsugor. Valószínűleg méregtől. Ez az egész alkimiától bűzlik. Túl könnyű. Nem kell mindig túl bonyolítani a dolgokat. Gondolod, hogy a méregtől lehetett a szokatlan hullamerevség? Valószínűleg igen. Van egy csanda gyanúm, hogy ennél azért többről van szó. Megpróbálhatjuk a halott kém végső megoldását. Felnyithatjuk a koponyát. A halott kém végső megoldása. Felnyitjuk a koponyát. Kultúrbarbárságnak tartom a könyvégetést. De azzal a szívem szintén is így jártam volna el. Igen, először én is úgy éreztem, hogy egy kicsit erős. De aztán többen mondták, hogy tényleg nagyon rettenetes. Te is olvastad PDF-ben, az elég volt lenyomni a delete gombot. Ah, te konkrétan elloptad, értem. Nyálas romantikus vacak, de még az is szarul megírva. Hát... Felnyitni a koponyát mindig öröm. Látod azt ott az agyban? Zerrikániai cecelégy lárva. Azt a kurva életbe. Ha a Zerrikániában lennénk, azt mondanám, egy légy berepült az orrán és lepetézett. Beszarás. Még jó, hogy Temeriában vagyunk. A mi éghajlatunk túl hideg és száraz ezeknek a cecelegyeknek. Még ha valakinek lennének is lárvái, hogy tolja fel őket az orrán? Cecelégy, érted? Hogy néznek ki ezek a lárvák? Apró, fehér, mint a liszt. Vagy fisztek. Én adtam neki fiszteket, mielőtt meghalt. Rettenetesen szenvedett, és nem volt más érzéstelenítőnk. Azt hittem, nem lesz belőle baj. Honnan szerezted? A nyomozó barátodtól. Speciális anyag, azt mondta. Raymond. Van egy kis problémánk. Hozzáadta a lárvákat a fisztekhez, és idejött éjszaka meghamisítani a nyomot. Nem van Raymondra. Amikor csak meglátom mostanában, a medálom elkezd rezegni. És Zerrikánia. Onnan származik Azar Javed. Az igazi Raymond talán már... Láttam őt tegnap. Azar illúziót használ. Megpróbál irányítani engem. Köszönöm, Sáni. Rengeteget segítettél. Mit fogsz most tenni? Először is beszélek Kalksteinnel. Muszáj felkészülnöm. Na... Így már akkor rendben is van. Tehát Azar Javed volt a tettes. Ne becsüld alá. Ne becsüld alá. Na, úgyhogy akkor beszélünk a többiekkel. Ah, tudom, Cserit Adri, hogy már lehet legálisan PDF-nál, persze, csak tudod így... Ilyen reflex. PDF. Na, mit keresek?
Igen. Jó. Akkor irány Karlstein, Kosvelő, Thaler, Vincent Meiss. Akkor beszéljünk mindenkivel. Jó. Ezt lehet nappal kellene csinálni, mert itt orgyilkosok egyfolytában minket fognak abajgatni. Fájlmegosztással kapcsolatos szoftverek etikai kérdései. Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. De kár. Tudom, hogy Raymond a szalamandra vezér. Biztos vagy ebben? Igen. Azar megölte Raymondot, és illúziója segítségével felvette a személyiségét. És mit tudsz tenni az ügyben? Jobb, ha nem tudod. Légy óvatos! El kell választanod erejének forrásától, az elemi tűztől! Csald valami olyan helyre, ahol az ellentétes elemből, a vízből sok van. A torony a mocsárnál. Tökéletes! Ott van esélyed legyőzni. Viszlát. Ja. Alszunk reggelig. Oké. Nehéz mostanában jó ételhez jutni. Rájöttem valamire Javeddel kapcsolatban. Köpt ki. Bizonyítékom van rá, hogy Javed illúziót használ, hogy Raymondnak adja ki magát, aki már rég halott. Azt akarta, hogy kapja Melvincentet, Kosvelőt és Kalksteint. Kutyafáját! És hogy akarod kicsinálni az istentelen? Kutyafáját! Valahogy meg kellene gyengítenem, de nem tudom hogyan. Beszélj az emberekkel, akik őt keresik. Talán tudnak valamit. Magyarázd meg, miért nézik el az őrök? Tudnod... Nem ezt akartam. Ezt már megbeszéltük. Jó, és akkor megyünk tovább. Kosvelő, nem is tudom, hogy hol van. Oké. Azt akarom megnézni, hogy Vincent közel van-e. Igen. Csak előbb Vincenthez megyünk. Igen, amúgy ez egy jó téma, ez a fájl megosztás, de Magyarországon az a baj, hogy mindenki leszarja. Mármint... Mindjárt kifejtem, mire gondolok. Mi az? Raymond az. Milyen Raymond? A szalamandra vezér. Raymond gyűlöli a szalamandrát. Mellesleg... Javed vezeti őket. A szalamandra megölte az igazi Raymondot. Javed felhasználta Raymond jó hírnevét a céljaihoz. Alakját illúzióval magára öltötte. Hogy találtad ezt ki? Következtetés. A nyomozó legmegbízhatóbb eszköze. Tehát Raymond. Geralt, meg kell vallanom. Szép munka. Nem sokára a telehold lesz. Nekem még van egy kis papírmunkám. Eltarthat egy ideig.
És mi köze ennek a teliholdhoz? Abszolút semmi. Felejtsd el. Türelem, Witcher. Nem sokára elkapjuk a gazembereket. Hallottad már azt, hogy ha valamit jól meg akarsz csináltatni, csináld meg magad? Hogy érted ezt? Abszolút sehogy. Felejtsd el. Majd elfelejtettem. Ha ez igaz, és gyanítom, hogy az, akkor meg kell vallanom, szép munka. Köszönöm. Sherlock Holmes. Viszlát. Hát azért nem egy Robert Downey Jr., de... Na, akkor iránykos felé. Na, szóval... Jó téma ez a fájmegosztás, meg ilyesmi. Csak Magyarországon az a baj, hogy tényleg nem nagyon foglalkozik vele senki. Szerintem még így a jog is csak így van, kb. Hogy ne csináld, mert elj ne benje. De én nem tudom, hogy effektíve valaki foglalkozik annak a betartatásával. Tehát itt azért hallani olyat, meg hát lehet, hogy itt most konkrétan már nem, de azért hallottam olyat Németországban, hogy valaki elkezdett letöltögetni nagy mennyiségbe, és kopogtak nála pár nap múlva, hogy nem kéne. El kell bánnom ezekkel az idiótákkal. Keresel valamit? Rendben, gyere be! Hogy elbántam velük, mi? Mit akarsz? Megtaláltam Javedet. Rendben. Nálad a meglepetés előnye, de egyedül kell szembenézned ezzel a hatalmas mágussal. Talán Kalksteinnek van valami ötlete. Szép munka, farkas. Viszlát. Hát, de jó segít Adri, de tudod, ez az, hogy most elkezdek nagy mennyiségbe letölteni, otthon így senki nem szól semmit. Mozog! Tudom, mert... Na, érted. De itt... Egyrészt nem mernék, több okból se. Nyilván a büntetés, meg a vízum, meg ez az amaz. Lehet, hogy túlparázom. De itt... Nem merek, meg ami talán egy kicsit fontosabb, hogy egyszerűbb kifizetni azt az 5 fontot a Netflixre, vagy 8-at. Ha érted, mit mondok. Na és akkor most mit csináljak? Oké, ez sidequest. Algulnak bent kell lenni a szörnyhatározóban. Akkor megint el kell menni könyvekért? 10 farkas bőr. Szurbozót. Jó, elmegyünk könyvekért. Most már megyünk utána a mosárhoz. Hát én az ilyen jogi részével nem vagyok tisztában, hogy most mit szabad, meg mit nem. Mondom, nekem ez ilyen tapasztalat, hogy otthon abszolút senkit nem érdekel. Te ipari mennyiségbe lehet lopni, senki nem szól érte. Hol van a kereskedő? Ilyen a mi formánk. A kastélykapuhoz tartok. Az ottani árus remek kenyer. A kastélykapuhoz. Nehéz mostanában jó ételhez jutni. Istenem. Mikor jöhetnek be újra a kereskedők a városba?
Akkor alszunk egyet Kalksteinnél, hát ha később visszajön. Hát igen, sejtetri, azt is tudom, hogy van ez a Artisius-os akármicsoda. Albedo? Igen, ez a megoldás. De az a helyzet, hogy nem hiszem, hogy ez bármiféle megoldást is jelent erre a problémára, hogy mit tudom én, ilyen pár 10-100 forintot odaadnak annak a jog szervezetnek vagy kinek. Meg az is egy elavult dolog, mert most kiteszi rá adat hordozóra bármiét is. Na. Azt mondja, hogy történt nem. Tündérmeség nem. Itt én nem. Olyan kéne, amiben szörnyek vannak. Kutyákról és farkasokról szól. Ez pont nem kell. Nem. Koskákról nem. Növényhatározó. Már olvastam ezt a könyvet. Mocsári szörnyek. Gúlokról is. Oké, ez már valószínű kell. Nem. Ásvány nem. Növények. Mocsári növények. Szurbozótok. Ez kell még. Jó drága könyv, nem baj. Algulokról, ez is kéne. Ó, és el is vagy a pénzünk, basszus. Oké. Csak annyi, hogy hozzáad egy bejegyzést a naplóhoz. Még ezeket el tudjuk adni. Ha már olvastuk, akkor amúgy se kell. Igazad van, megmutatom neki. Ez ebben teljesen igazad van, Sejt Adri, hogy micsoda bűz. A semminél több, nyilván, de... Micsoda a kastélykapuhoz tartok. Az ottani árus. Hát nem sok. Na, maradjunk annyiban. Jó, ránézek a küldetésekre. Algul. Algulnak benne kell lenni a szörnyhatározóban. Nincs benne? Algul, itt van. Jó, oké. Oké, farkasbőr, az majd kell. Szurbozót, az most már benne van. Remélem. Így van. Vízbefúltnak. Igen. Annak... Szerintem azt a könyvet most nem fogjuk tudni már megvenni. Nincs pénzünk. De, mégis. Oké. Jó. Oké, és akkor most már reméljük, akkor ezt is meg tudjuk csinálni.
Ezek szerintem a mocsárba lesznek, majd megyünk mindjárt akkor szerintem. Hát szerintem most már oda megyünk. Oké. Ez a lúvárdenes. A hajóval el kell jutnom a mocsárig, és meg kell szabadulnom a kikötőt. Éjjelente megtámad a szörnyéktől. Oké. Aha. Elmegyek a nyomozóhoz, úgy teszek, mintha a boncolás semmit sem bizonyított volna. Mondjuk ezt még meg tudjuk csinálni. Oké. Jó, itt a szefirát kell gyűjteni. Oké, jó. Ilyen a mi formánk. Nem tetszik ez az idő. Viszont itt elmentjük, mert nem akarom elcsinálni. Csak a biztonság kedvéért. Ja, de amúgy teljesen igazad van, sétad, hogy tényleg az olcsóság, hogy ha be lehet szerezni kicsi efforttal ingyen, akkor inkább az, mint hogy ilyen 3500 forintot havonta odaadjon a Netflixnek, vagy azaz 2500-at az HBO-ért, vagy valami ilyesmi. Megvannak a halottkém jelentései. És? Nem tudtam rájönni semmire. Miért? Király. Összekevertem a fiolákat, és valami maró folyadékkal leöntöttem a tetemet. Tönkretett minden nyomot. Tehát semmit nincs? Mindenki hibázhat. Gondolkodnom kell. Hát akkor szerintem itt ennyi. Akkor megyünk a mocsárba. Jobb dolgunk tényleg nincs most már. Azt mondja, hogy... De ez a herbalizmus képesség kell, az meg képesség, tehát az majd kell képesség. Pont amúgy itt van. Tehát ez a képesség kell, egy bronzpont kell hozzá majd. Szerintem lesz nem sokára. Úgyhogy majd, amint lesz, akkor... Akkor azt bekattintjuk. Jó. Na. De hogyha ezt nyomkövetem, akkor miért a... Na mindegy. Oké, na, innen folytatjuk akkor. Mentünk, és akkor nyomjuk a mocsarat. Uram! Uram! Hát... Igen, mondjuk Open Science, mint olyan, az már azért egy létező dolog. Mit vegyek neki? Ettől még drága dolog. Tehát... Ne értsük félre a dolgot. Az Open Science az egy drága dolog. A legkedvezőbb szállítási költségek. Merre mész? Vizimából a mocsárhoz és vissza. Vigyél át a másik oldalra. Eldöntötted? Mit? 5 órán, tessék. Készen állsz? A mocsárhoz. Jó, mondjuk nem annyira drága, mint némelyik kiadó azt beárazza. Tehát ugye az Elsevier-nél volt pont most egy, tavaly kb. Egy ilyen kisebb lázadás, vagy hogy mondjam. A oxfordi kollégák álltak föl, de teljes szerkesztőség így a egyik lapnak az egyik lap teljes szerkesztősége.
mert hogy irreálisan magas publikációs költséget, publikációs díjat határoztak meg. De tényleg valami, valami nagyon nagyot, tehát ilyen több ezer dollár, ilyen vagy 3 vagy 4 ezer dollár, ami már nyilván irreális. És akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor köszönjük, akkor nekünk ez nem kell. Hát... Pára, folytó lidércek, nedves láb. Csak ezt találtam itt. Nedves láb. Egy kutya. Hello! Valaki át szeretne menni? Jean-Pierre! Te ki vagy? Egy Witcher. Nocsak, nocsak. Azt hittem, Leobonárt kiirtotta a fajtádat. Soha nem hallottam róla. Már nem is fogsz. A mi szakmánkban mindig jön valaki, aki jobb a többieknél. Miféle szakma? Fejvadászat. Téged mi szél hozott? A hirdetés miatt jöttem. Végre. Megvannak a bőrök? Elmegyek a bőrökért. Itt várlak. Ki volt az a Bonárt? Öreg Leo egy legenda. Bizonyos értelemben olyan volt, mint te. Érzelmek nélkül ölt, mint ahogy te megölnél egy egyszerű folytólidércet. Ő volt a legjobb. Magas, vékony és képes volt embert ölni a tekintetével. Mágus volt? Nem. Megölt néhány Witchert, azokat, akik a parasztokat zaklatták. A mágikus trükkök és a Witcherek reflexei még sem értek ellene. És meghalt? Igen. Légy óvatos, Witcher. Viszlát. Ja, igen, ők is létrehoztak egy saját lapot. De nyilván azért kell, kell kiadó. De átmentek a MIT Presshez. Ott jobb feltételeket tudtak kialkudni. Hé, hey, fiam! Nem vagyok a fiad nagyapó. Kitaláltad a nevemet. Így csak nagyapóként emlegetnek. Engem pedig többnyire Geráltnak hívnak, vagy Rühes Korcsnak. Szerintem nem illik rád. Nevet sértésnek. Nem veszem, és tényleg rászolgálok a nevemre, ha továbbra is ebben a mocsárban kószálok. Igen. Munkát keresek. Tudom, milyen munka kell neked. Esetleg elkísérhetnél engem a kápolnához. Sajnos már nem tudom olyan könnyen távol tartani magamtól a szörnyeket. Valami fizetős munkára gondoltam, de szívesen elkísérlek. Na. Ne olyan gyorsan, fiam. Én már öreg vagyok. Na jó, de legalább indulj meg akkor. Melyik ez? Zarándoklat. Gyere, öreg! Jön velünk a kutya is. Erik! Erik! Stop, sos, ebben is igazad van amúgy. Nem tudom, hogy mi lehetne itt a jó megközelítés. Talán, hogyha tetszik a könyv, akkor vedd meg. Nem tudom.
agyagbányák, ahol azok az elmebetegek dolgoznak. Normálisnak tűnnek. A téglakészítők mindig normálisnak mutatják magukat az idegeneknek. Azok a tökfilkók imádják a halembereket. Az emberek gyakran hisznek a legszokatlanabb dolgokban. De hogy bűnösszemű nyálkás hüllőket imádjanak, azok a vodiánok még beszélni sem tudnak. Tárgyakkal kell velük kommunikálni. Kifejtenéd bővebben? Az emberek tárgyakat hagynak a speciális oltárokon. Mindegyik tárgynak megvan a szimbolikus jelentése és szándéka. A vodiánok hasonló módon válaszolnak. Milyen tárgyakat? Pontosan nem tudom, és nem is érdekel. De a téglakészítők nem adják ki a titkaikat holmi istenkáromlóknak. Király. Na jó, menjünk tovább. Picit lootolunk. Értem, stopsoros, igen. Ez kicsit olyan fura, mármint nyilván 600 dollár egy könyv, az rohadt sok. Tehát az nagyon-nagyon sok. Én a hallgatóknak azt mondtam, nyilván az a könyv, amiből tanultunk, az is elérhető több forrásból is. De az valami 60 dollár környékén volt, ha jól emlékszem, Amazonon. Valami ilyesmi. Ami persze nem kevés, de azért nem egy gyökör ára. Nem, ezzel a virággal nem baszakszunk, azt tuti. Ez az első végigjátszás során is többször megölt. Hol az öreg? Hova megy? Iszunk egy fecskét. De mi a egész könyvet végignyomtuk, ami valami itt 1400 oldal. Tehát ilyen értelemben... Most lehet, hogy sok... Ez emlékeztet valamire. Van egy oltár a tövénél. Meg persze valakinek sok megvenni. De... Hát nem tudom. Köszönöm, fiam. Nem vagyok a fiad. Látogass meg, ha kedved támad. Megmutatom majd neked a könyveimet, és készítek neked teát meg golyást, fiam. Witcher vagy, igaz? Egyszer találkoztam itt egy másikkal is. Információkat akart megtudni az elemek köréről.
Mit tudsz nekem mondani róla? A neve Berengár. Nagy érdeklődést mutatott a torony iránt. Viszlát. Tudom, de ő megrémült, és ideje jó részét a gödrök közelében töltötte, ahol azok az idióták turkálnak az agyakban, mint a vakondokok. Többet nem tudok. Köszönöm, nagyapó. Hát igen, mondjuk ideális esetben... Várjál. Most békében szeretnék imádkozni. Hát ez remek. Erőhely. Mit szeretnék tenni? Aha, és akkor itt lehet visszateleportálni Kálsteinhez. Ja, de most nem megyünk. Aha. Értelek, stopsoros. Mondjuk ebből a könyvből nem jött ki új. Hát, van tervbe, de... De nem jött ki belőle új most még. Visszamegyünk oda, ahol az öreggel találkoztunk. Szóval nem jött ki még belőle új. És... Hát nyilván a hallgatók eladhatják. De szerintem a ideális esetben az lenne jó egy egyetem esetén, hogy ezeket az alapkönyveket tehát biztosítja. Tehát most nem azt mondom, hogy ilyen könyvtári formában. Bizonyára agyaggödrök. Mert tehát most egy könyvtár jó, tudna tárolni 200 példányt egy könyvben, miért ne tudná. De vegye meg konkrétan az olyan, egyetem a könyvet. A gyártók faluja. És adja oda a hallgatónak. Pont. Ez ugyanaz, mint hogy volt egy ilyen ötlet, hogy minden hallgató kapjon egy laptopot. Miért ördögtől való dolog ez? Nem az. De persze, amit mondasz, hogy 600 dollár egy könyv, hát az tényleg rohadt sok. Az már tényleg azért szemmel látható összeg. Támogatja a kutatásokat, összes könyv open source. Hát igen, amúgy van ilyen a... Mielőtt eljöttem, akkor volt valami megállapodás valamelyik nagy kiadóval, azt hiszem a... Fú, nem jut eszembe a nevük. De ott nagyon sok tanulmány, meg tudományos cikk, meg publikációk, meg ilyesmik elérhetőek voltak. Csak ott alaptankönyvek nem nagyon vannak. Tehát az a könyv, amiből én tanítottam a programozást, az nem ilyen. Meg azt az Edison Wesley adja ki, és azzal meg nem volt megállapodás. Szóval... De ja, valamilyen formában kell, hogy támogassa. Így van. Tehát az, hogy most digitális, vagy megveszi fizikailag, vagy mit talán, már tök mindegy. For Profit Akadémia, hát persze, hát nyilván azért ez elég problémás, több szempontból is. Ja. Na, hol tartunk? Jó, pont ott voltunk, de akkor... De most mit tudok még? Ah, itt vannak Kálstein jegyzetei ugye a szefirákról. Nem értem.
Jó, akkor nézzük ezt. Ez itt van közel. Hát igen, meg azért sok esetben külön kéne választani a... Jó uram, akarsz hajózni? A felsőoktatás, tehát így az akadémia oktatás, meg kutatás részét. A hír... Végre. Elmegyek. Itt van. Viszlát. Jó, és hova menjek a bőrükért? Szóval külön kéne választani az oktatást meg a kutatást, mert alapvetően valamelyest összefügg, csak... Csak nem lehet egy kalap alatt kezelni. Tehát egy kalap alá venni, egybe kezelni, mert két nagyon különböző megközelítést igényel. Na. Akkor. Visszamegyünk ide a faluba, és beszélünk a helyiekkel. Hát, ha valamit ki tudunk találni. Itt van például ez a nyanya. Messziről jött vándor. Elvesztett valamit, és most kutat utána. Hogy hívhatlak? Vaska, a falu mátriárkája. Geralt, Witcher. Mivel foglalkoznak a falusiak? Agyagot bányászunk, és téglát készítünk belőle. Nem látok senkit, aki dolgozna. Nehéz idők járnak. És a Witcherek mivel foglalkoznak? Mi oldjuk meg a problémákat. Szeretnél kérdezni valamit? Járt itt egy másik Witcher, Berengar? Igen. Sok mindenről kérdezősködött. Még arról az alkímiáról is. Bizonyára Kalkstein, az alkimista küldte. Mi találtuk meg a felszerelését egy agyagveremben. Csupa vér volt. Köszönöm, Vaska. Fehér hajú. Harcra utaló jeleket találtunk, és nem szörnyek támadták meg. Emberek voltak. Vigyázz a lángoló hüllőkkel és a szárazakkal is. Élve van rád szükségem. What? Vannak szörny problémáitok? Igen. Az átkozottak befészkelték magukat az agyagvermekbe. Hogy néznek ki? Mintha megfulladtak volna, aztán újra élesztették volna őket. Folytó lidércek. Meg tudom őket ölni. Szegény emberek vagyunk. Nem tudok neked 50 orennél többet adni. Az elég lesz. Hol vannak? Menj a rakpart felé, de az elágazásnál a másik utat válaszd. Annak végén találod kínjaink okozóit. De ezt már megcsináltuk. Berengar meghalt, szomorú hír lesz ez Vezemir számára. El kell mennem az agyaggödrökhöz és végeznem. Meg kell ölnöm a folytó lidérceket, mielőtt felkeresném Vaskát. Há? Szomorú hír lesz ez Vezemir számára, amikor újra találkozunk. Vissza kell térnem Vaskához, hogy tudasson vele, a gödrök biztonságosak. Te nyanya! Szinkronnak szinkron, de a színészet teljes hiánya. Hát igen, ugye ezt beszéltük, hogy a szinkron színészeknek fogalma se volt arról, hogy mit szinkronizálnak. Szeretnél kérdezni valamit? Mert csak a szöveget kapták meg. Megöltem a folytó lidérceket. Kegyelmes voltál velünk. És én mégsem mondtam igazat. Nem tudok pénzt adni neked.
Mégsem maradhatsz jutalom nélkül. Vedd ezt az amulettet. Ez Kezát, a kegyelem szimbóluma. Megteszi. Csodálatos. Most pedig készülünk az urak eljövetelére. Milyen urak? Kik ezek az urak? Őket imádjuk. Ők pedig a mélység áldásában részesítenek minket. Azt hittem, a halemberek azok, a vodiánok. Hogy merészeled? Nevük kiejtése megsérti az urakat. Kéne még egy kis eső. Oké, egy szefirát adott a nyanya. A vízi urak közel vannak. Nem akartam mondani is topsoros, de igen, olyan... Ő egy ilyen békemeneten simán beférne amúgy. Csak ő a hátsó sorokban lesz, mert oda már nem jut kokain. Csak ott csak az első sorokban van mindig. Beszéljünk a munkáról. Kérlek, segíts! Elveszett egy gyermekünk. Eddig mindig visszatért hozzánk, de most nem. Talán felfalták a vízi szörnyek? Gyalázat! A druidát biztosan driáddá változtatták. Ó, segít a driád. Tehát ott a belépő a kokain. Az első sorban belépő a kokain. Megkeressük. Rendben, megkeresem a fiút. A vízi... Kalkstein, egy alkímista azt állítja, hogy te tudsz pár dolgot a mágus tornyáról és az őrszemről. Egy hatalmas varázsló élt egy korona mocsárban. Egyetlen tanítványa volt minden társasága. Minden akkor változott meg, mikor egy nő lépett az életébe. Meseszerű kezdet. De a vége különbözik annak a romlott nőnek, amilyen az volt. A mágus mindent megtett neki, ő pedig ezt ki is használta. Ki volt ez a nő? Nem érdekes. Hallgatlak. A szerelem teljesen elvakította a mágust. Olyan erőket idézett, amelyeket nem tudott irányítani, és meghalt. Mi a helyzet az őrrel? A mágus szerelme meg tudta jósolni a jövőt. A mágus pedig készített egy különleges tarotkártyacsomagot. Minden lapon egy jövőbeli esemény tüntetett fel. És? Gólemek őrizték a mágus helyét. Nem fog rajtuk az idő vasfoga. Most is a temetőben foglalnak helyet, mozdulatlanul. Egyikük az őr? Igen, a legerősebb gólem az őrszem. A toronykártya azt ábrázolja, hogyan lehet feléleszteni a gólemet. Ezzel egy időben a torony is megnyílik. Fogd ezt a kártyalapot, nekem már nincs szükségem rá. Oké. Na, egy póker belefér. Egy póker mindig belefér. Egy pár. Nyertünk. Oké. Megint egy pár. Neki két pár. Hát ez fucked. Ó, jó van. Megint egy pár. Ki fogunk kapni?
Muszáj emelni. Oh. Hát 2-3-as kéne. Vagy 3-1 forma most, hogy lehessen. Hát igen, ez így. Ez így. Ó, van szevasz. Ah, és akkor ilyen izéket árul, kajákat. Meg szeszkót, jó van. Na, akkor a druidákkal kéne beszélni? Nem lehet-e leítatni póker előtt? Hát nem tudom, hogy annak van-e értelme. Fogalmam sincs, hogy merre kell menni. Arra emlékszem, hogy itt elég sokat bolyongtam. Mire meglett a teljes map. Meg elég sokat meghaltam. Úgyhogy megpróbálom túlélni. Ezt majd meg kell ölnünk, de még nem most. Mert amikor erősebbek leszünk, mert ezek a növények szurbozótok, ezek nagyon erősek. Kéne, itt van a melitele oltár. Itt is van egy obeliszk. Megjövünk, megpróbálunk elérni. Ah, itt vannak ilyen vízbefúltak. Hello! Na ez ilyen abszolút borsodi szitu volt most. Meg is haltunk. Nem baj, pont most mentettünk, csak hát igen, sokan vannak itt. Azért akarom őket izélni, mert van egy sidequest, ami, vagy egy megbízás, ami pont ezzel kapcsolatos. Merre megyek? Pont arra kéne menni. Hát, sejtett, hogy megmondom őszintén, hogy eléggé limitáltan vagyok elérhető. Szóval limitáltan vagyok elérhető. Maradjunk annyiba. Na, megpróbáljuk őket megint megölni. Megpróbáljuk őket konkrétan megölni.
a többi? Ja, itt van. Mi a... Az tök jó, hogy van. Az igen. Értem segít adni, persze. De ja, limitáltan vagyok. Maradjunk ennyibe. Jó, én szerintem itt most meg is állnánk, mert... Ja. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Haladunk előre, igazából azért sok mindent megcsináltunk ma. Itt a mocsárba egy picit el voltam tévedve, hogy mit kell, de lassan most már kiegyenesedik, úgyhogy pörgetjük tovább a következő alkalommal.